Az ilyen Szombathely Választási Szövetség a szombathelyiek bizalmából egy éve vezeti a várost. Nem ígértek nagy látványberuházásokat, sokkal inkább a hozzájuk közel álló családtagok, barátok, elvtársak, propagandisták zsíros önkormányzati pozíciókba való juttatását tűzték ki célul. Nagy lendülettel fogtak bele ezen feladat végrehajtásába, sajnálatos módon a pandémia kicsit lelassította a tevékenységüket, de mégis sikerült az alábbi személyeket megfelelő pozícióba juttatni. Többek között Nemény András polgármester jó barátjának, Kovács Elődnek a feleségét, László Győző alpolgármester feleségét, Molnár Miklóst, Kocka Tibort, Marton Zsoltot, Farkas Balást, és hát azokat az embereket is, akiket most név szerint nem sorolok föl, de hát jól tudjuk, hogy kik azok. Meg kell értenünk, ahogy azt Nemény András polgármester úr mondta, hogy ilyen pozíciókba csak és kizárólag olyan emberek juthatnak, akiket lehet ismerni, hogy milyenek a képességeik. Nyilván ezeket a képességeket a közösen eltöltött bulikon, nyaralásokon, egyéb baráti összejöveteleken lehet megismerni, úgyhogy ha ilyen pozícióba szeretnétek kerülni, akkor próbáljatok meg beházasodni a városvezetésnek a családjaiba, eljárni az ő baráti társaságaikba, megpróbálni elmenni velük nyaralni, vagy esetleg megérdeklődni, hogy hova mennek nyaralni, és akkor oda vegyetek ti is jegyet. Igazából minden szentnek maga felé hajlik a keze, nem történt ez máshogy itt a szombathelyi városvezetésnél sem. Nagy megnyugvással vettük tudomásul, hogy bár a vírushelyzetben nagyon sok állás megszűnt, és sok ember elvesztette a munkáját, de ezek a rendkívül fontos pozíciók és munkahelyek nem sérültek. Köszönjük szépen polgármester úrnak és csapatának a városunkért tett áldozatos munkáját, ami ebben az évben körülbelül 50 millió forintjába került ezek a kiadások az adófizetőknek. Még egyszer nagyon szépen köszönjük, polgármester úr, sok jó egészséget kívánunk a munkájához!